Markánsan eltérő stílus jellemezte a sárgamezes Bonyhád KSE és a vendég Békésiek játékát. A hazaiak alacsonyabb sebességgel játszva a türelmesebb pozíciós játékot erőltették, építve két magas emberükre, Somogyfokira és Tömösvárira. A Békésiek dobd és fuss és nyerd meg az egy az egyeket jegyében, a triplák reményében építették fel támadásaikat. Nos, ez az utóbbi felfogás sokáig nyerőnek bizonyult, mert hogy a feketemezesek átlagban 40%-kal szórták a triplákat, duplákat. A bonyhádiak munkás kosarai sokáig csak arra voltak elegendőek, hogy 10 pontnál ne legyen nagyobb a különbség a két csapat között. A harmadik negyedre azért zártabb lett a bonyhádi védekezés, és a már annyira jól nem dobó Békésiek lepattanóit jelentős részében a bonyhádiak szedték. A helyzetig játszva szép lassan ledolgozta hátrányát Morgan Frigyes csapata. Már-már úgy tűnt övék a meccs, ám a Békésiek harcosságukkal párosuló eredményességgel 71-71-es döntetlenre mentették a meccset, a rendes játékidő végét jelző dudaszó előtt nem sokkal. De az utolsó támadásukat ki tudta védekezni a Bonyhád, és jöhetett az 5 perces hosszabbítás a bonyhádi csarnokban. Ez is olyan küzdelem volt, mint maga a meccs, de a sárgák nagyobb rotációs lehetősége jóvoltából, ahogy Morgan Frigyes fogalmazott, elszenvedtük a győzelmet. 82-76-ra nyert a völgységi csapat. Ehhez bizony nagyon kellettek, főleg a kritikus időszakokban szerzett Pajor Dávid kosarak. A Mátéra dupláztak, mivel szerkezetben nem voltak úgy meg, ahogy mi, ezért úgy voltam vele, hogy nagyon pocsékú dobtam ma, de muszáj volt elvállaljam. A végén pedig muszáj volt azt is bevinni és befejezni a mérkőzést, hogy vissza tudjanak támadni. A Békés az tavalyhoz képest nagyon sokat erősödött, ez látszik mostani mutatójukon is. Sok jó játékost igazoltak, nálunk voltak hiányzók, Pup, Bence, Kalmár, Viktor, őket mielőtt várjuk vissza, de nagyon jó mérkőzés volt. Saját idei mérlegében egyébként ezzel a győzelemmel egalizált az atomerőmű KSE Bonyhád. A 7 vereség mellett már ugyanennyi a győzelmek száma is. És pillanatilag a 7. helyre jó ez a teljesítmény az NB1-B-s bajnokság zöld csoportjának 13 csapatos mezőnyében.